Harmadik ülését tartotta csütörtökön a Magyar Kanizsai Községi Képviselőtestület, melyen összesen 57 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Kivétel nélkül el is fogadták a felterjesztetteket. Az egyetlen eltérő szavazást a két ellenzéki tagadta, ugyanis mindegyik tárgyalt pontnál tartózkodtak. Az ülés végén a szerb haladó párt tagjai közül Tesztis Zorán, míg a Vajdasági Magyar Szövetség részéről Pletikoszi Tibor számolt be a legfontosabb mozzanatokról. A községi képviselőtestület szeptember 26-án megtartotta harmadik rendes ülését 57 napi rendi ponttal. A mai ülésen számos fontos határozat és rendeletjavaslat került megvitatásra. Kiemelt jelentőséggel bír a 2024-2028 közötti időszakra vonatkozó kulturális fejlesztési stratégia elfogadása, amely számba vette a lehetőségeket és a közösség igényeit is, és ennek alapján a helyi kulturális élet fellendítését célozza meg. Minden évben az egyik legszebb esemény, amikor községünk díjairól döntünk. A képviselőtestület ma jóvá hagyta a Magyar Kanizsa Község 2024-es nyilvános elismerésének adományozásáról szóló rendeleti javaslatot, amelynek értelmében a Pro Urbe díjjal idén dr. Bimbó Mihályt fogjuk kitüntetni. Ezúton is gratulálok neki. A költségvetéssel kapcsolatban fontos döntések születtek. Elfogadtuk a 2024-es év első fél évének költségvetési megvalósulásáról szóló jelentést. Ennek értelmében a bevétel 665 millió dinár, a kiadás pedig 709 millió dinár. Az így kimutatott hiányra azonban szintén megvan fedezett, mégpedig az előző évekből felhalmozott összegekkel. A helyi nagyberuházási bizottság megalakítása is fontos napirendi pont volt, amely a község fejlesztési projektjeit fogja koordinálni. Emellett jóvá hagytuk a Zentai Történelmi Levéltár és a József Attila Könyvtár 2025-ös munkaprogramját és pénzügyi tervét. Döntés született a regionális kreatív műhely és a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2025-ös tervéről is. A Szabadkai Regionális Hulladéktároló és Helyi Kommunális Vállalatok 2023-as ügyviteli programjának teljesítéséről szóló jelentések elfogadása is megtörtént. Magyar Kanizsa Község önkormányzata igyekszik minőséges munkát végezni, ezért nagyon fontos számára az, hogy a bizottságok, tanácsok, iskolaszékek, felügyelőbizottságok és igazgatóbizottságok tagjai megfelelő módon legyenek kiválasztva, majd a községi képviselőtestület által megszavazva. Módunkban állt meghallgatni a községi pénzügyi osztály vezetőjének beszámolóját, aki ismertette velünk, hogy a tervezettekkel összhangban valósultak meg. A külső bizottság, a felügyelőbizottság jelentését is ismertette velünk, amelyek szintén megállapították, hogy a községünk jó működik. Módunkban állt meghallgatni községünk közvállalatainak és közintézményeinek, igazgatóinak a beszámolóját, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a tervezettekkel összhangban tudnak dolgozni, a községünk lakosainak érdekeit mindenek előtt figyelembe véve. Községünk nagyon szépen dolgozik, igyekszik odafigyelni arra, hogy ne csak tervezzen, hanem meg is valósítsa a tervezetteket. Nagyon fontos, hogy minden évben mezőgazdasági termelők életének a megkönnyítése érdekében a földesutakat igyekszünk rendbe rakni. Természetesen hatalmas mennyiségű úthálózatról és nagyon-nagyon sok kilométerről van szó, így minden évben csak egy részét tudjuk ennek a munkának elvégezni, és örülök neki, hogy ebben az évben a tartományi mezőgazdasági titkárság részéről 95%-ban finanszírozva lett ez a teljes munkálat, hiszen a 9,3 millió dináros összértékű beruházásnak a legnagyobb részét a tartományi titkárság
Csehország biztosította. Az önkormányzat részéről fontos, hogy a mezőgazdasági termelőkkel és a mezőgazdasági civil szervezetekkel legyen egy állandó kapcsolat, legyen egy állandó kommunikáció, hiszen az ő javaslataik, az ő kéréseik alapján kerülnek kiválasztásra azok a földterületek, pontosabban útterületek, melyek minden évben felújításra kerülnek. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy egyrészt az időjárási körülményeknek köszönhetően, másrésztől pedig az egyre nagyobb mechanizációnak köszönhetően. Ezek az utak sajnos nem hosszú életűek, de úgy gondolom, hogy minden évben előre megyünk egy kicsit ebben a történetben, és igyekszünk még a rossz idő beállta előtt annyira rendbe rakni az utaknak egy részét, hogy a mezőgazdasági termelők minden gond nélkül kijuthassanak a termőföldjeikre. Minden évben Kanizsa község területén ebben az időszakban sor kerül a mezei utak javítására. Idén erre 11 útszakasz lett előrelátva, összesen mintegy 4,2 km hosszúságban lesznek felszórva zúzott kővel. Jelenleg Oromhelyi Közösség területén folynak a munkálatok, ezután kerülnek sorra Oromhegyes, Velebit, Adorján, Magyar, Kanizsa, Horgos, Kispiac helyi közösségek. Mindegyik helyi közösség területén átlagosan egy útszakasz lesz felújítva, néhány helyen kettő. Itt jelenleg Oromnál két útszakasz kerül most felszórásra az zúzott kővel. Az egyik mintegy 400 méter, a másik körülbelül 500 méter hosszúságban. Magyar Kanizsa önkormányzata a Városok és Községek állandó értekezletével megkötött egy megállapodást a tavalyi év folyamán, amelynek a hatását igazából ebbe az évbe érezzük, hiszen ebbe az évbe alakult meg a koordinációs testület, mely minden intézmény igazgatóját tartalmazza. Ők azok, akik felügyelik a lokális akciótervet, mely a roma lakosságnak a fölzárkóztatását látja elő. Ezen a munkacsoporton és pályázaton belül alakult meg a mobil csapat, amely már konkrét feladatokat lát el terepen, tehát segíti a roma lakosság fölzárkózását, az oktatás, a szociális védelem, a munkába állás, lakhatás és más területeken belül is. Ezen a projekten belül rendelkezünk bizonyos pénzeszközzel, melyet önkormányzatunk szintén támogat önrésszel, így erre az évre megközelítőleg 1.200.000 dinár áll rendelkezésünkre, amelyből különféle eszközöket vásárolhatunk, higiéniai csomagokat, vagy olyan eszközöket, fejlesztő eszközöket, amelyekkel majd a 3-5 éves gyerekeket tudjuk integrálni az óvodába. Ha már integrációról beszélünk, nagyon fontos elmondanom azt, hogy a Magyar Kanizsai Szociális Központ és a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola egyezményt kötött az oktatással kapcsolatban, így beindul a felnőttek oktatása, lehetőségük nyílik majd az iskolát befejezni. Az idei tanévtől 2024-25-ös iskolai évben a Kárász Karolina Általános Iskola és a Szociális Szolgáltató Központtal karöltve megindul a felnőtt oktatás az iskola keretein belül, ami azt jelenti, hogy a felnőttek, olyan felnőttek, akik nem tudták befejezni a 8 osztályt valamilyen oknál fogva, lehetőségük nyílik arra, hogy befejezhessék. Az oktatás október 7-én indul, és megközelítőleg áprilissal, 2025 áprilisában fejeződik. Napi szintű oktatásról van szó, amelyben az iskola pedagógusai vesznek részt. Toboroztuk fölhívás alapján is, és karöltve a szociális központtal, illetve a munkaközvetítő által javasolt tanulók azok, akik részt vesznek majd az oktatásban. 45 fő vesz részt, az alsósok, tehát elsőtől negyedik osztályos tanulókig, aztán pedig 5.-6. osztályos és 7.-8. osztályos tanulókról beszélünk.
A szerb kormány a német fejlesztési alappal több pályázatot futtat, ebbe a pályázati körbe sikerült a magyar kanizsai önkormányzatnak is bekerülni. A pályázatnak a lényege olyan terepes munkásoknak az alkalmazása, akik a rászoruló családokhoz, 15 családot láttunk elő, konkrét napi segítséget fognak nyújtani. Tehát segítik a családot a gyermeknevelésbe, a higiénia fenntartásába, az udvar rendezésébe, esetleg az állattenyésztés, vagy pedig a növénytermesztés terén is. A pályázat összértéke 74 ezer euró, amelyből Magyar Kanizsa szintén fölvállalta a saját önrészét. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valaki esetleg házat kap állami támogatáson vagy más pályázati pénzből, akkor automatikusan, amikor átköltözik a nevezzük putriból, rögtön tud majd élni, és azonnal életvezetési képességekkel is fog rendelkezni, hogy már a jól lakható, megfelelő lakhatási körülmények között probléma nélkül tudja a családját nevelni és gondozni. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy az elmúlt 3 évben nagyon sok család, aki kapott is valamilyen támogatás révén házat itt Horgoson elsősorban, sajnos nem képes erre. Egy plusz segítségre van szükség, ahol is konkrétan, ahogy már említettem, az életvezetési tanácsadás zajlik majd terepen. Ez a szolgáltatás innovatív szolgáltatásnak számít, hiszen magában a törvényben is, ami a szociális szolgáltatásokat szabályozza, ez nem szerepel. Szerepel valami hasonló, de nem konkrétan így, ahogy mi elképzeltük. Nagyon szeretnénk, hogy innovatív szolgáltatásként két év után, amíg a projekt zajlik, utána bekerüljön a mi szabályzatunkba is, és ezt tudjuk folytatni, hiszen a Horgoson meglévő probléma, amely a családokat, rászoruló családokat érinti hatalmas, és azt gondolom, hogy 50 év problémáját nem fogjuk tudni kiküszöbölni ebbe a két évbe, tehát igenis erre a szolgáltatásra szükség van, és az elkövetkezendő 10-15 vagy akár 20 évbe is ezt úgy gondolom folytatni kell, és remélem eredményeket is tudunk majd fölmutatni. A Magyar Kanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ az immár harmadik IPÁS projektumában vesz részt az elmúlt 10 évben. A jelen projektum célja a marginális családból származó, főleg roma nemzetiségű, általános iskoláskorú, elsős-másodikos gyerekek életvitelének javítása, tanulási előmenetelének a segítése, valamint egy praktikus felnőtté válás elősegítése. Központunk napközében, ezen falakon belül, különböző oktatáson kívüli, iskolai oktatáson kívüli foglalkozások fognak zajlani, amely tulajdonképpen a gyerekek tanulását segíti elő. Nem utolsó sorban az itt dolgozó személyeknek, munkatársaknak és szakmunkásoknak lehetősége nyílik majd szakmai továbbfejlesztésre is, fejlődésre. A projektumon belül a Szegedi Projekt Partnerünk segítségével Motivációs Oktatási Egyesület az elnevezése a partnerünknek, valamint és nem utolsó sorban jelen épület felújítása, adaptálása is elkezdődött már, az előmunkálatok, nyilászárók cseréje, központi fűtésszerelés, valamint a tantermek iskolabútorokkal és egyéb oktatásszolgáló eszközökkel való felszerelése. Idén is megszervezték a szüreti napokat, immáron 34. alkalommal. A művelődési otthon előcsarnokában gazdag terménykiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, illetve a konyha köré építették az összeállítást. Így a régi konyha eszközöktől a dísztárgyakig minden az előtép pompázatosságához járult hozzá. Szemnek és szájnak is ingere volt ez a kiállítás. Ma a 34. szüreti napokat ünnepeljük, mondhatjuk így. Ez számunkra egy rendkívül fontos rendezvény, ugye, mivel hát 34 év óta minden évben megszervezték az emberek,
egy kicsit változik, évente a szervezés módja is, meg a kiállítások, meg a rendezvények, de hát attól ez a rendezvény a terményekről szól, arról szól, hogy az emberek egész évi munkáját bemutatja, úgy a mezőgazdaságban, úgy a hát a, úgymond a kézműiparosoknál, és hát az idejében régi hagyományok bemutatása is történik a kiállításokon keresztül, és hát az emberek itt betekintést kapnak arra, hogy elődeink milyen körülmények között éltek, és hát, hogy milyen körülmények között is ugyanúgy termeltek, dolgoztak, mert ebből élt ez a környék, és él mai napig is. Hát az időjárás viszontagságaitól függetlenül muszáj volt nekik foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Az idejében a rendezvényünk egy szertágazó program kínálattal rendelkezik. Pénteken megtörtént a megnyitó, a kiállítás megnyitója volt egy könyv bemutató, amelyre szintén nagyon büszkék vagyunk, a Horgosi és a Homokháti kistérségnek a, hát így mondhatnánk így, hogy receptes könyve, de hát attól több ez a könyv számunkra, és örülünk neki, hogy elkészült. Hát ezen kívül a szombati programban pedig délelőtt gyermekprogramok, versenyek, parasztolimpia, különböző olyan rendezvények, amely a gyerekeknek nagyon érdekes és érdemes. Ezen kívül ugye légvár, dodgen, tehát amit csak el lehet képzelni. Később az idősebbek részére is ugye főzőverseny, szarvashús, ahol főzhetnek az emberek is, azáltal egy verseny és hát egy szórakozás is egybe kötve. Valamint estére, ugye, vagyis hát délután föllépnek a Kultúregyesületnek a tagjai, akik szintén előadják a Horgosi és környékbeli, tehát Mórahalomról és a környékbeli kispiac, Martonos környékbeli tánc és kórusoknak a programjait, ami én azt hiszem, hogy egy színes program lesz, és hát utána egy koncerttel, a Bara Parti együttes koncertével zárul a mai program. Hát reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog nekünk. A helyi közösség épületének udvarában zajlottak a gyerekprogramok. Az egész vasút út a szinte minden szeglete megtelt kirakodó vásárosokkal és főzőkkel. A szüreti napok egyik elmaradhatatlan kísérő programja a főzőverseny, melyre idén mintegy 100 csapat érkezett. A környékből, de távolabbról is jöttek, hogy a versenybe benevezhessenek és megmutathassák, hogy ki főzi a legjobb szarvashúsból a bográcsost. A 34. születi napok pénteken nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt, amikor az ízlés szerint, amennyit felvesz elnevezésű receptgyűjtemény bemutatására kerül sor, nagy érdeklődésre veszte ezt a receptes könyvet, mert ezúton is köszönünk mindenkinek és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a könyv sikerességéhez. A könyvemutató mellett pedig a termékkiállítás megnyitójára is sor került, hiszen egy témát dolgoztunk fel, a könyv apropóján a konyha témát, így különböző régi konyhai eszközöket hoztak be hozzánk a művelődési ház előterébe, és ezek is megtekinthetőek a hétvége során. A szombati napon pedig főzőversennyel, gazdag gyermekprogrammal és művelődési műsorral folytatódik a program, ami azt jelenti, hogy magyarországi és vajdasági barátaink lépnek majd a nagy színpadra, este pedig a Bara Parti zárja a programok során. Meg vagyunk elégedve itt a Horgosi termelők az idei szőlőtermése. Permetezi nem küllött annyit, amennyit másik évekbe küllött. Az időjárás véget, csak ez a szárasság sok megsillette a szőlők is, nagyobb része. Úgyhogy... Mikor volt a szüret? Hát a szüret most... Én bár is, nekem kövidink a fajta, vagy mindig a szüreti napok után szoktam szedni, de most a két hetem, szeptember 15-én elkezdtük szedni. Úgyhogy meg be is fejeztük, mire ideért a szüreti nap, akkor befejeztük a szüretet, hogy most ott nem bírtunk most csinálni a szüreti napokra. Hát én eladom a szőlőt, nagyobb részét. Saját részemre valamennyit szűrök, de nagyobb részét eladom.
Mérjük az árába, és az 85 dinárba most belefértünk, úgyhogy hogy mivel nem kellett annyit permetezni sem, mint másik években. Úgyhogy most ez tűrhető volt még. Még meg voltak elégedve a vevők is. Az a legnagyobb szó, hogy a vevő, mikor a vevő dicséri, akkor az jó. Ez a pályázat, illetve workshop határon átnyúló magyar-szerb IPA program, melynek célja, hogy a kistermelőket felkészítsék a klímaváltozás okozta következményekre, változásokra és esetleges megoldásokra. Ez a workshop, ez egy határon átnyúló magyar-szerb IPA programnak a része, amelyben a Kertészek Egyesülete civil szervezet az egy partner a sok közül, a négy partner közül. Ez a pályázat, ez egy olyan célt tűzött ki maga elé, hogy a kistermelőket próbálja felkészíteni a klímaváltozás okozta, illetve a klímaváltozás következményeként tapasztalható változásokra, problémák kiküszöbölésére, illetve megoldásokra, lehetőségekre. És ennek a projektnek a keretében, ami ugye 2024. június 1-től indult, és 2 éven keresztül tart majd, több workshop is megszervezésre kerül. Első lépésben kiválasztásra került 4 mintafarm, ami azt jelenti, hogy Szerbiában 2 mintafarm, illetve Magyarországon 2 mintafarm. A szerbiai 2 mintafarm, egyike Kenyeres Emil kecskefarmja, a másik pedig Bernát László méhészete, míg a magyarországiak jobban a gyümölcsészet és a szőlészet irányába választottak mintafarmokat, így az ő részük az majd a közelkövetkező időszakban kerül megszervezésre. A mai nap workshopja tematikája az ugye magának a kistermelőknek az állattenyésztésben tapasztalható változásokra történő felkészítése. Látható egy precíziós eszközökből álló kis mini kiállítás is. Olyan eszközöket válogattunk össze, ami a kistermelők számára elérhető, hasznos lehet és használhatják, és hatékonyabbá teheti a termelésüket a mindennapokba. Emellett pedig olyan hasznos előadásokra kerül sor, amiben láthatunk majd egy bemutatkozást, a vajdasági térség bemutatását a klímaváltozás tükrébe, Körösi Sóti Beáta tanárnő fogja tartani ezt az előadást. Láthatunk majd egy ágazati, az állattenyésztés mint ágazat átfogó bemutatását a jelen és a klímaváltozás tükrében, amit Frank Eszter fog megtartani. És láthatunk majd egy újabb előadást, ami a kistermelőkre váró jogi procedúrák, illetve a jövőben váró elvárásokra fókuszál majd, ez pedig dr. Kovács Sárkány Hajnalka fogja tartani. Úgyhogy ilyen tekintetben próbáltuk egy picit a térséget, próbáltuk egy kicsit az állattenyésztési ágazatot, és próbáltuk egy kicsit a jogi aspektusokat, illetve az elvárásokat bemutatni a kistermelők számára, picit előrefutva, hogy megmutassuk azokat az elvárásokat, amire ők számíthatnak, és számítaniuk kell majd a jövőben, hogy föl tudjanak időbe készülni, illetve hogy ha szükséges, akkor további képzések, illetve tanfolyamok formájába tudjuk őket segíteni ebben a projektben, ebben a 2 évben, ami előttünk áll. Ami a kecskéket illeti, azt tudnám elmondani, hogy az egy pozitív dolog, hogy a kecskéknek az igénye az kicsit más talán, mint a többi kérődzőnek. Szerencse az, hogy többféleképpen meg lehet oldani. Korábbi években nem kellett ilyen sokféle kényszermegoldáshoz folyamodni, de az idei évben talán 4 vagy 5 új kombinációra is szükség volt ahhoz, hogy átidaljuk ezeket a problémákat, ami a klímaváltozás. Vasút mellett nyújtam fő, gyerekkoromban nekem is volt, akkor azt ugye, mint jó gyerek, szét is vertem, hanem a fiam megszületése 94-ben aztán kezdődött ez, és egyre erősebb, meg komolyabb, úgyhogy... Mit tartalmaz egy-egy terepasztal? Láttunk itt többfélét, tájhű, egészen remek képeket lehet róla készíteni. A gyermekeknek is nagyon tetszik. Mit rejt mindez magába? Ez az én fantázia szüleményem, tehát nem egy létező terep van lemakettázva, ez az én saját szerzemény vagy képzeletem, és főleg gőzösök, a régebbi korszak, ott a második világháború körüli korszakok. Hogy működik egy-egy terepasztal? Hogyan vezérlik mindezt? Hát egy vezérlőpanelről 12 volt, mennek a mozdonyok, minden mozdony
lehet gyorsítani, lassítani, tehát váltókat állítani, forgalomirányítást, tehát ilyen mind a valóságban, csak kicsinyített mása neki. Ezt főleg otthon készítik, de most úgy gondolták, hogy megmutassák a nagy közönségnek, gyermekek igazán érdeklődőek. Honnan született az ötlet, hogy ezt mégis vigyék el több helyszínre, több kiállításra? Hát általában hallanak rólunk, és meghívnak bennünket, mint hajdújárási születi napok, vagy ez az iskola héten Kanizsán, a Zsuzsa megkeresett bennünket, már tavaly egyezködtünk, de nem sikerült. Az idén sikerült összehozni, ugye, mert mindannyiunknak van munkahelye is, és a szabadságot ugye jó előre kérni, és akkor ez összecsomagolva áll, akkor fogjuk, fuharost keresünk, elhozik, kicsomagoljuk, beüzemeljük, egy hét, három nap, akkor összecsomagoljuk, nagy munkával jár különben, de megéri. Most ezt lehet, hogy nem lehet elmondani, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon hosszú idő. Ölel, egy hosszú időszakot ölel fel, hogy elkészült egy-egy makett. De mégis, milyen hosszú időről van itt szó? Hát mondjuk rá, a fiam ugye 30 éves, 94-ben, akkor kezdtem, de nem ilyen komolyan. Hát olyan komolyabban 2009 óta csinálom, komolyabban. Akkor kezdtük a kiállításokat. Addig csak oda-haza saját szórakoztatásomra, de később láttam, hogy a gyerekeknek ez nagyon tetszik, meg ugye külföldön vannak is ilyen kiállítások. Akkor kollégával összebeszéltünk, hogy csináljunk mink is itten, a mi gyerekeinknek, a mi az itteni gyerekeknek, hogy ők is láthassak. Épp ezért mindig én ragaszkodok hozzá, hogy belépőmentes legyen. Sose kérünk belépőt. Ez önköltségemén szinte. Nagyon szép egyébként. Mindegyik mozdony, sor egy remek mű. Az látszik, hogy régi mozdonyok, régi szerelvények, de mondjunk el egy történetet egyikről, ami mondjuk a legkedvesebb önnek is. Mondjuk el azt is, hogy hogy került ez önhöz. Hát ez mondjuk rá a Simbusz tudnám mutatni, az ott is áll itt az állomáson, hogy a feleségem, amikor összekerültünk, akkor kiadta ez a modellvasútgyár ezt a Simbuszt, tehát 100 euróba került, és én habbozás nélkül kivettem a családi kasszából a pénzt és megvásároltam. Hát ez kisebb, nem mondom, hogy nagy négyzeteltérés, de majdnem kisebbet okozott a családba. Ez a legérdekesebb, de többinek is van saját története, hogy hozzám került. Gyűjtöttem rá pénzt pár évig, akkor családba, körülött gyerekeknek iskolába vásárolni, akkor azt a pénzt elküldöttem, akkor megint kezdtem gyűjteni. Tehát ez egy hosszú folyamatos hobbi. És meddig tart még ez a hobbi? Azt mondják a vasútmodellezőnek, a terepasztala sose készül el. A halálával lezáródik, de el nem készül. Nos, mivel nekem ugye terepasztalom nincsen, ezért elsősorban a mozdony és vagongyűjteményemet hoztam el, amit azért lehet látni egy-két helyen, illetve hát ugye nekem személyes ilyen kis kegytárgyaim vannak, ugye sakka és kalapgyűjtemény, van úgynevezett pragoton forgólapos utastájékoztató kijelzőm, na meg hát ugye van, ami nagyon úgy tűnik, hogy a óvodások körében népszerű, az a kis állomási bélyegzőm, amivel ugye a gyerekek úgy akkor csinálhatnak magunknak ilyen kis papírlapkára, mondhatni azt is ilyen kvázi menetjegyet. Azt azért tőled is megkérdezem, hogy milyen elgondolás mentén vállalkoztál arra, hogy részt veszel egy ilyen projektbe, ami díjmentesen hoz el egy ilyen élményt a legkisebbeknek? Én úgy gondolom egyébként, hogy a vasútmodellezés meg a vasútmánia az ragályos betegség tud lenni, és hát mondhatnám azt is, hogy a Tomasza gőzmozdony óta kötelességünk fertőzni a legkisebbeket azzal, hogy a vasútat szeressék meg, hiszen való igaz, a vasút talán az egyik legkörnyezetkímélőbb tömegközlekedési forma, mind áruszállításra, mind pedig személyforgalomra. Én úgy vagyok vele, hogy síneken az élet sokkal jobb, mint négy keréken az aszfalton. És hát ugye látjuk egyébként, hogy Szerbiában is, amikor november 25-én átadják majd Szabadka és Újvidék között a teljessé váló gyorsvasutat, illetve vasútfejlesztések vannak egész Vajdaságban, ami tényleg a tetsz halott állapotból hozta vissza. Én úgy gondolom egyébként, hogy fontos dolog az, hogy a legifjabbakkal, a legújabb nemzedékkel, hogy a rádió műsoromra utaljak, megszerettessük a vasutat, és valóban tereljük őket a sinekre ilyen szempontból. Az, hogy gyűjtöd ezeket a mozdonyokat, az, hogy
ennek a szerelmese vagy, de mégis mi volt az az első kapcsolat, mert gondolom nem a Thomas a gőzmozdony lépett be elsőként az életedbe, de mégis mi volt az az első kapocs, ami összekötött ezekkel a kis modell vasutakkal, mozdonyokkal? 3 hónapos koromban, amikor először jártam, akkor még Jugoszláviában, nagyapám első sétánk során elvitt engem a elmondásos szerint a szabadkai vasútállomásra, és hogy hát rossz nyelvek szerint ott az anyatejjel együtt a mozdonyfüstje is megcsapott engem, és azóta, hogy édesanyámat idézzem, vagyok ennyire ütődött, így a vasút tekintetében. És ugye édesapámnak volt az a régi mechanotechnikás startkészlete, meg gyűjtött ő is, nyilván nem olyan komoly szinten, mint én annak idején, gyűjtött ilyen modelleket, és hát én azt megörököltem, én ezt komolyra fordítottam, és hát most igaz, Magyarországon van egy terepasztalom, itt még Szerbiában nincsen, de majd tervezek itt is építeni, és hát azt kell mondjam, hogy a gyűjteményem jelen pillanatban úgy eléri a, hát nem akarok hazudni, forintba számolok, 2,5-3 millió forintot. Tehát ez egy nagyon komoly szenvedélyé vált nálam. Most a gőzös magyar kanizsára jött. Meddig lehet ezt a kiállítást megtekinteni? Meddig lesztek magyar kanizsán? Pénteken 3 óráig vagyunk itt a Knesában, úgyhogy addig sok szeretettel várunk mindenkit. Ugye úgy van meghirdetve a kiállítás, hogy elsősorban az iskolásokat, óvodásokat várjuk, de természetesen, ha valaki itt környéken van, sőt én az újvidékieket is erre buzdítom, jöjjenek el minél többen, mert 5 éve volt ilyen utoljára, ami nagyobb közönségnek szólt vasútmodell kiállítás, és úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk a magyar kanizsaiaknak, meg a Knesának, hogy ezt így megszervezték. Baráti Kristóf világhírű hegedű művész és magyar Valentin zongorista lépett fel a Magyar Kanizsai Művészetek Háza nagy színpadán. Humanitárius koncertet adtak. A belépési adományt a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára ajánlották fel a Magyar Kanizsai Fészek napközi javára. Ez 3 olyan mű volt, amit rendkívül szeretek. Elsőként Brahmsnak ez a 2. Ádor szonátája, egy nagyon fényes, nagyon vidám. Én egy kicsit magamban így a Schumann Kinderszénenhez hasonlóan egy ilyen gyerekszonátának érzem. Szerintem nagyon, nagyon olyan, mint hogyha Schumannék gyerekei között játszana, vagy nekik játszana, szóval mindig egy ilyen gyermeki hangvételt képzelek. Ez egy nekem különösen kedves szonáta. Másodiknak Beethoven Ezdur az első hegedűzongora vagy zongora hegedűre írott opuszából egy korai virtuóz darab, illetve abból a 3. szonáta, ami tele van pörgéssel, humorral, egyszerre nagyon hangszerszerű és másfelől nagyon operaszerű, tele van karakterekkel, humorral és egy gyönyörű szép 2. tétellel van megáldva, és hát zárásképpen pedig Ravel cigányát, amit talán nem kell a zeneszeretőknek bemutatni, hegedűrodalom egyik virtuóz darabja, noha a szerző maga kamaradarabnak tartotta. Nagyon szeretem, gyerekkorom óta játszom, és én sosem tudom megúrni ezt a darabot, és mindig úgy érzem, hogy valami újat találok benne. Tele van az emberi létünknek minden mozzanatával a zene. Minden szerző egy külön univerzum, ezeket be lehet járni oda-vissza, kicsit mindig máshogy találjuk ugyanazt a művet, mindig van új felfedezni való, és ezt csodálatos megosztani a közönséggel. Mostanában a kislányommal, aki évvégén lesz 4 éves, vele szeretem, hogy mondjam, újra felfedezni a zenét. A hangszer egy angol család birtokában volt, Isten tudja mikortól, de az biztos, hogy a 2000-es évek elejéig Lady Harmsworth nevét viseli. Ez egy ténylegesen létező hölgy volt, aki közel 100 évet élt egyébként, és az ő családjának a birtokában volt ez a hangszer. Az ő tiszteletére kapta ezt a nevet, de hegedűsökről nem nagyon
szól a fáma, hogy játszottak volna rajta. Tehát egy kicsit olyan volt, mintha ezt Csipke Rózsika álmából én ébresztettem volna fel ezt a hangszert, de rögtön az első megszólalásnál úgy éreztem, hogy egy fantasztikusan nagy hangszer, a Stradivárinak minden szépségével is, egyébként nehézségével is. Most már több mint 20 éve játszom ezen a hangszeren is, és még mindig inspirál is, nagyon, nagyon örömteli akármilyen akusztikában megszólaltatni. A Cinema Filmműhely szervezésében 2024. október 9-e és 13-a között a Vajdasági Magyar Mozgókép Napja alkalmából megrendezésre kerül a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Ez a pár nap alatt 7 vajdasági városban tekintheti meg a közönség azt a 7 új filmet, amelyeket a vajdasági magyar alkotók készítettek a 2023-as évben. Adán, Szabadkán, Zentán, Újvidéken, Magyar Kanizsán, Zomborban és Topolyán a következő filmeket vetítik majd. Siflis Zoltán a Kapus halála című dokumentumfilm Siflis Géza tragikus sorsú elfelejtett szabadkai származású fradista sztárkapusról, illetve az emberi gyengeségről, gyarlóságról, az erkölcsileg gyönge, bűnrehajló, esendő emberi magatartásról szól. Fejős Csilla Ludasi Történetek című dokumentumfilmje a ludasi tó természeti és kulturális értékeit mutatja be. A szülőhely jellegzetességeit, jelenségeit járja körül egy sajátos filmes szemlélettel. Iván Attila, Üzenetváltás ember és Isten között című dokumentumfilmje Maurer Oszkár borászról szól. Akinek küldetése az itteni régi dűlők, elfelejtett szőlőfajták felfedezése és újjáélesztése. Hitvallása, hogy vissza kell adni a borvidék becsületét és kiemelni a szülőföld értékeit Istennek tetsző módon. Jó bort akar készíteni és tisztességeset, olyat, amiben a lélek lakik. Bozsony Péter, Alpok Travels Expedíció. 2223 kilométer, 49 nap, 2 kerékem. Erre vállalkozott egy fiatalember, vagyis arra, hogy Sopronnál túrakerékpárra ül, és az Alpokon át eljut Monaco tengerpartjáig. Zihó Viktor célja a projektel a kerékpározás, mint a fenntartható közlekedés népszerűsítése. Rengeteg megpróbáltatás és küzdelem vár rá, de elhivatottsága átsegíti a nehéz napokon. Horváth Inesz, Szalai Attila karikatúrista portréfilmje összefoglalja Szalai Attila eddigi szakmai pályáját, munkáit, karikatúráit. A film lényege, hogy egy vajdasági magyar tehetséget mutasson be. Király Mirella, a Vizen jött című dokumentumfilmje. A Tiszán úszó kiszáradt fákat Magyarországon illegális kihalászni, Szerbiában nincs rá szabályozás. Amit a folyó ad, azt a helyiek kihalásszák, feldolgozzák, tűzrevalónak betermelik. Szloboda Szonya, Calgary című kis játékfilmje. Ádám különös nagyanyjáról is a Calgary nevezetű kocsmájáról készít dokumentumfilmet, remélve, hogy így megismerheti őt. A rendezvény támogatói, a Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériuma, a Magyar Nemzeti Tanács, Magyar Kanizsa Önkormányzata és a Szatra Kft.
Treća redovna sednica Skupštine opštine Kanjiža održana je 26. septembra sa rekordnih 57 tačaka dnevnog reda. Konstatovan je prestanak odborničkih mandata Fadilu Puljaju i Siniši Gmijoviću iz Srpske napredne stranke, a umjesto njih novi odbornici su Miloš Kravić i Ervin Beharović. Do promjene je došlo i u sastavu opštinskog veća Kanjiže. Umjesto Zolne Bajus Gajduš za člana opštinskog veća za ekonomski razvoj imenovana je diplomirani ekonomista master Valerija Denč iz Martonoša. Usvojena je strategija razvoja kulture opštine Kanjiža za period 2024-2028 godina, kao i odluka o dodeli javnih priznanja opštine Kanjiža za ovu godinu, koja se dodeljuju na svečanosti povodom dana opštine. Dobitnik plakete Pro Urbe je diplomirani veterinar u penziji Mihalj Bimbo iz Kanjiže, povelja zahvalnosti vaspitač Ibolja Veselinov iz Horgoša, nastavnik plesa Karol Česko iz Kanjiže, trener borilačkih veština Mihalj Halas iz Kanjiže i saradnik javne bezbednosti Radivoj Veselinov iz Horgoša. Dobitnik plakete Juventus Pro Urbe sa novčanom nagradom je doktor hemijskih nauka Saboč Bognar iz Trešnjevca. Prema podnetom izveštaju o ostvarenju budžeta opština u prvih šest mjeseci ove godine, prihodi su ostvareni u iznosu od 665 miliona dinara ili 50% od planiranog budžeta. U istom periodu ostvareni rashodi su 709 miliona dinara ili 53%, a razlika je pokrivena na teret prenetih sredstava iz prethodnog perioda. Na današnjoj sednici Skupštine opštine obrađeno je više tačaka vezanih za funkcionisanje lokalne samouprave. Između ostalo, konstatovanje prestanka mandata odbornicima Fadilu Puljaju i Siniši Gmijović, kao potvrđivanje mandata odbornicima Milošu Kraviću i Enisu Beharoviću. Također su prezentovani predlozi javnih preduzeća i drugih ustanova u njihovim finansijskim obavezama, planu rada i realizaciji programa poslovanja. Razmatran je i izveštaj o izvršenju budžeta opštinske Kanjiže za period januar-jun, gde je zaključeno da je izvršenje budžeta u skladu sa zakonom i propisima. Između ostalog, dati su predlozi razrešenje i imenovanje novih saveta i komisija, kao što su Komisija za procenu i utvrđivanje prometne vrednosti, Komisija za spomenike, zatim saveti za privredna pitanja, za kulturu, za obrazovanje, za omladinu, za socijalni i dečju zaštitu. Opštinska uprava, javna preduzeća i ustanove rade u skladu sa planovima, trude se da svoje zadatke urade kvalitetno vodeći računa o potrebama stanovništva. U opštini Kanjiža realizuju se četiri uspešna projekta u oblasti socijalne zaštite. U Horgošu je pokrenut obrazovni program Druga šansa sa osnovnom školom Karolina Karas, čiju ciljnu grupu čine osobe koje nemaju završenu osnovnu školu. U okviru projekta podrške održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou, večernju školu za osnovno obrazovanje u Horgošu pohađaće 45 polaznika. Opština Kanjiža je prošle godine potpisala sporazum o saradnji u okviru projekta koji finansira Evropska unija i taj projekat se faktički ove godine realizuje od januara meseca u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština u Srbiji. U okviru tog projekta formirano je koordinaciono telo sačinjeno od direktora svih ustanova koji nadziru lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja, a pored toga formiran je i mobilni tim koji na terenu radi u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, bezbednosti, stanovanja itd. U okviru ovog velikog projekta
znači deo finansira lokalna samouprava, a celokupni iznos iznosi oko 1.200.000 dinara. Potpisali smo saradnju sa osnovnom školom Karas Karolina, koja će realizovati večernju školu, to jest drugu šansu program. U okviru projekta nabavili smo već higijenske pakete, 128 paketa, koji će se također deliti onim ugroženim porodicama koje socijalni radnici procene da su u najlošijoj situaciji. A pored toga pokrećemo i radionice za decu od 3 do 5 godina kako bi animirali njih i njihove roditelje da se što pre upišu u vaspitnu obrazovnu ustanovu, to jest u zabavište. To znači da odrasli ljudi koji nisu završili osnovnu školu imaće mogućnosti da to urade. Škola će da obezbedi ovo obrazovanje. To će se odvijati tako što ćemo imati tri grupe. Prva grupa će biti od 1. do 4. razreda, druga grupa od 5. do 6. a treća grupa od 7. i 8. razred. Obrazovanje će da traje od 7. oktobra do aprila mjeseca. Inovativni servis za unapređenje položaja višestruko marginalizovanih porodica kroz osnaživanje dvogodišnji je projekat koji se realizuje zahvaljujući podršci Nemačke razvojne agencije GIZ, a obuhvatit će 15 porodica. Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjižac provodi IPA projekat prekogranične saradnje za poboljšanje obrazovanja dece Roma školskog uzrasta zajedno sa partnerima iz Segedina. U okviru projekta predviđeni su i radovi na zgradi u centru Horgoša za dnevni boravak Centra za pružanje usluga socijalne zaštite. Savezna Republika Nemačka i naša država potpisala je jedan dugoročni sporazum o saradnji i razvojna agencija GIZ iz Nemačke preko koje se sprovodi ovaj projekat podržala je našu opštinu Kanjižu u uvođenju inovativne usluge za rad sa porodicama. Ova inovativna usluga sastoji se od terenskih radnika, ukupno njih 4, koji će svakodašnje od ponedeljka do petka obilaziti porodice, prvenstveno one koji su na neki način iz konkursa od strane države naše ili iz stranih država dobili novac za kupovinu novih kuća, međutim nisu znali kako i na koji način da uspostave nov život u tim novodobijenim objektima, tako da nastavljaju neki loš model koji su stekli generacijama i koji se transgeneracijski prenosio iz porodice u porodicu. Ovi naši terenski radnici će pomoći porodici da u okviru svog domaćinstva organizuju svoj život, da nauče kako i na koji način mogu kvalitetno da sprovode slobodno vrijeme, kako i na koji način da održavaju higijenu, da uzgajaju male životinje ili da uzgajaju neke biljke. Projekat je vrijednosti od 74.000 eura, od kojeg je naša opština također uzela svoj veliki doprinos. Projekat će trajati 2 godine i kao inovativna usluga nadamo se da će na kraju ući i u naš pravilnik lokalnih usluga, dobit će svoje mjesto. S obzirom da radimo na problemu koji ovdje, naročito u Horgošu, traje već nekih 50-ak godina, mislim da ova usluga ima svoje mjesto i u narednih 10, 15 ili 20 godina imamo dosta toga da uradimo kako bi pružili šansu ovim porodicama da izađu iz teške bede. Koliko porodica je obuhvaćeno ovim projektom? Projektom je obuhvaćeno, predviđeno je 15 porodica, međutim sad kako već ulazimo u projekat vidimo da ćemo moći da obuhvatimo i više porodica. Cilj našeg projekta je poboljšanje kvaliteta romske dece školskog uzrasta, to jest 1. i 2. razreda. U prostorima našeg dnevnog boravka odvijat će se razne aktivnosti koje će služiti dalje školovanje naše dece i poboljšanje kvaliteta života. Imat ćemo priliku i naši saradnici, stručni radnici za stručno usavršavanje u susjednoj Segedinu pomoću našeg projekt partnera. A po trećem, imat ćemo priliku da obnovimo zgradu
Planiramo da zamenimo prozore i vrata, uvođenje centralnog grejanja i opremivanje naše učionice raznim nameštajima, školskih nameštajima i ostale potrebne stvarima koje služe za školovanje dece. U Horgošu su proteklog vikenda održani 34. berbanski dani sa raznovrsnim programom. U holu Doma kulture poljoprivrednici su po tradiciji predstavili plodove ovogodišnje berbe, a predstavljanje knjige recepata domaće kuhinje po ukusu koliko treba, povod je bio da deo izložbe bude posvećen kuhinji. Ovogodišnje vremenske prilike koje je pratila dugotrajna suša uticale su na proizvodnju pod vedrim nebom, što se kod ratarskih kultura i tamo gdje nije bilo navodnjavanja odrazilo znatnim umanjenjem prinosa i ranijom berbom. Ove sezone 2 do 3 nedelje poranila je berba grožđa, pa na berbanskim danima nije bilo ceđenja šire, što je sa kolegama vinogradarima obično za posetioce berbanskih dana obavljao Friđeš Salma, koji je zadovoljan jer je rod ove godine bio bolji nego prethodne i grožđe je bilo slađe. Slatko, nije bilo cijelo leto kišu, sigurno je slatko je bio svaki sorta. Berba je stigla ranije? Pa jedno, 2-3 nedelje ranije kao prošle godine, zbog vreme. Koliko vi imate vinograda? 2 jutara. Evo, gdje je sve završilo grožđe? Gdje je završilo grožđe? U vino ili... Ne, ja prodajem grožđe. Ne pravim vino, ne prodajem odmah grožđe i para na džepi. Kako je cena bila? Pa 85 dinara bio za ovaj godinu. Da li je to isplativo? Pa sad može da kažemo da isplatio. Više je rodio kao prošle godine i lepše je bilo i ova cena još lijepo je bilo. I bilo je mušterija? Bilo i još više trebali, samo nije bilo dovoljno grožđe. Mušterija bilo, samo grožđe nije bilo dovoljno. U Železničkoj ulici u subotu tokom dana bila je dobra ponuda vašarske robe, rukotvorina, zanatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i gastronomskih specijaliteta ugostitelja. Veliki broj kulinarskih ekipa takmičio se u kuvanju. Bilo je izbora najbolje rakije, sportskog programa i zanimacija za najmlađe u igraonici, također i bogatog kulturnog programa. Dobro raspoloženje i druženje tokom popodneva nisu poremetili zahlađenje i kiša, pogotovo što Horgošani i njihovi gosti ovu najmasovniju i najznačajniju manifestaciju u toku godine sa radošću iščekuju i po kojoj je Horgoš prepoznatljiv. Horgošani to znači veoma mnogo, jer 34. put se organizuje ovo tako. A ne takmičenje, nego berbanski dani, to je jedan celokupan program. Tu ima u vezi berbe, u vezi plodova, izložba, pa može tu degustirati vina i takvih sokova i ima tu gastronomskih događaja, kuvanje, mislim, takmičenje u kuvanju ima. I to puno znači za nas, jer tu se može vidjeti šta se desilo cijele godine, šta su ljudi proizvoli, šta su radili i kakve plodove imaju, pa to su doneli tu na izložbu i to možemo vidjeti i možemo čuti i njihova iskustva i nadamo se da će to trajati dalje, jer ipak za 34 godina puno stvari se desilo na našim krajevima, pa ovo je istrajao i ostalo. Evo da kažemo, kakvi su plodovi ovogodišnje berbe? Pa plodovi nisu baš najbolje, kako kažu proizvođači, ali ima, to je najvažnije, jabuka, vino, grožđe, pa od grožđa će biti vina. Kažu da je to dobro zbog
puno sunca. Ostali plodovi i krompir, ono srednje, pa tu ima tikvice, kupus, pa možemo nabrajati. Kukuruz je bio slab, pšenica slab, ali ima nešto dobro, ima nešto loše, kao i svake godine. Samo ponekad kiša smeta, sad sunce smetalo, pa sad ono... Pa evo, spremaju se oblaci. Da, sad se spremaju oblaci kad ne bi trebalo, ali nadamo se da ćemo i ovako ovaj događaj doživjeti kako treba, jer ljudi se već spremaju za kuvanje i za ostale stvari, za zabavu. Dolaze na berbanske dani posetioci, učesnici svih generacija, tu je prilika da se sretnu i meštani, ali i njihovi gosti iz drugih mesta, iz zemlje i inostranstva. Da, to je jedna tradicija. Ljudi, ne samo iz Horgoša i iz drugih mesta, dolaze da vide šta ima tu, kakve priredbe, dolaze tu sa porodicama, sa prijateljima, da kuvaju malo, da razgovaraju, da pričaju i da uživaju. Ali sad baš vreme nije baš tako naklonjeno za nas, ali vidjet ćemo. Malo se ljudi i takmiče i odrasli u kuvanju i koje pravio najbolju rakiju, a deca naravno u svojim veštinama i na sportskom polju. Da, ima tu i za decu program, to već traje ujutro od 8 sati, ima raznih, kako da kažem, zabavnih stvari za decu, bit će i lutkarskih predstava i svašta ono što treba i za decu i za odrasle, bit će i koncert na kraju i ja mislim da svako će to doživjeti kao lijepo uspomena. U okviru projekta ARHAD, alternativni odgovorni malim proizvođačima na izazove klimatskih promjena iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, u malim pijacama je održana radionica usmjerena na razvoj pilot farmi malih proizvođača. Domaćin radionice o uticaju klimatskih promjena na farme i male proizvođače bila je uzorna farma koza Emila Kenjereša. Učesnike su na otvaranju radionice pozdravili Šarolta Kulčar, koordinator programa, zatim predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer i predsjednik udruženja Baštovana Sente Laslo Lenđel. Održano je više predavanja, a o budućnosti poljoprivrede u Vojvodini u svetlu klimatskih promjena predavač je bila Beata Kereš i Šoti iz Poljoprivredno-tehničkog srednjoškolskog centra Besedeš Jožef iz Kanjiže. Ja mislim da je pravi izazov ovo vreme i ovaj period kada nemamo kišu, imamo visoke temperature i očigledno da dolazi do globalnog zagrevanja. I to, taj izazov prisili nas na razmišljanje i ja mislim da bez obzira što su smatrali da oni koji gazduju na većim površinama, oni imaju prednost. U ovom slučaju ja mislim da mali proizvođači su fleksibilniji. I ako ne želimo da nam ovaj period nanosi velike štete, onda treba da stojimo na više noge. Treba da gajimo više sorte i hibride, da tražimo ono što je otpornije, jer izgleda da sve se pomera na sever i južni deo pridolazi nama. To znači da će biti suša, ali nije garancija, jer možda da će biti kišovita godina, možda će biti suša, možda će biti oluja, niko ne zna i pošto niko ne zna šta nas čeka, jer to u ovim uslovima ne može da se predvidi uopšte, mi moramo da se prilagodimo tako da budemo spremni na jedno i na drugo, a sem što treba razmisliti o kojim sortama ili autohtonim sortama bi trebalo razmišljati i posejati i gajiti, sem toga treba i razmisliti o tome šta ćemo sa produktom. Da li ćemo samo proizvesti i prodati po nižoj ceni, ili ćemo razmisliti, pretvoriti u neki produkat
i koji možemo da čuvamo, naprema ako paradajz preradimo, onda ne moramo za mjesec dana da prodamo i za dve nedelje prodati, nego možemo za zimnicu i da prodamo zimi, ili druge povrtarske kulture koje može da se kiseli, zašto ne bismo se kiselili kući i da to proizvodimo u onom periodu kada ima veću cenu. Ako želimo baš trenutno da prodamo, onda organska proizvodnja je pravo rješenje, zato što u organskoj proizvodnji možda ćemo imati manje prinose, ali postignuti rezultati su veći što se tiče finansijski, a zainteresovanost već postoji za organsku proizvodnju. Tako da nama stvarno dolazi jedna nova era razmišljanja i aktivnosti, i svaki sastanak i svako menjanje mišljenje i sakupljanje svih onih podataka što su naši naučnici već razmatrali, mnogo to znači nama da bismo našli pravi put i dalji pravac za razvoj poljoprivrede. Učesnici radionice bili su u prilici da se upoznaju sa uzornom farmom koza Emila Kenjereša, koja se bavi organskom proizvodnjom i poznata je po bioproizvodnji sireva. Sve je počelo od 2003. godine sa dve koze. Stado je bilo malo i sporo se razvijalo, ali sada ima 100 umatičenih koza francuske alpine. Evo kako su se francuske alpine primile ovdje na obali Kereša? Pa dobro, navikle su se i selektirale su se. Znači, nema nikakvih problema oko toga. Koliko je kozarstvo danas isplativo? Pa ja mislim da je isplativo, ali na kraju krajeva sve je isplativo ako se tako radi kako treba. Bioproizvodnja je ipak malo zahtevnija. Pa jeste, treba više znanja za organsku proizvodnju, edukacije i iskustva, ali ako se čovjek uhoda, nije to nešto strašno. Šta zahtjeva najviše posla? Tu je muža, tu je prerada posle? Pa sve to ide u krug. Znači, uvek, svake godine ima nešto na što se stavlja akcenat, ali uglavnom, treba planirati 2-3 godine već unaprijed da se to sve uradi kako treba. Znači, ove godine je zbog suše, neke godine zbog prodaje, neke godine zbog genetskog materijala, ali treba gledati neki duži vremenski period, pa onda tek može čovjek da podvuče crtu. Koliko vaše koze daju mlijeka i da li je muža ručna ili ide mašinski? Mašinska je muža. Koze su na poluekstenzivnom. Znači nisu rekordne količine mlijeka, ali nije to ni važno. Nije na tome akcenat. Akcenat je na tome da sve potrebe što se tiče hrane, to je rešeno. Znači, koze daju neke stabilne proseke i na ovaj način lakše možemo da pratimo tržište. Koliko je to, koliko vaše koze daju u proseku mlijeka? Pa nekih 2 litre. Sve se prerađuje ovdje u biosireve? Jeste, tako je. Jako mala količina treba kao sveže mlijeko, tu i tamo neki pojedinac se pojavi, ali uglavnom sve se prerađuje, znači od svega se pravi sir. Ima li tržišta gdje završavaju sirevi? Jeste, ima. Tržište je relativno lako naći ako je organska proizvodnja u pitanju. Proizvodi idu u grad ili kupci dolaze i ovdje na terenu, na samu farmu? Pa i dolaze, ali uglavnom se šalje do finalnih potrošača ili organskih prodavnica zdrave hrane. U
Osmi put u Kanjiži je održan Deči folklorni festival Zaigrajmo veselo 2024. u organizaciji Srpskog amaterskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava. Na sceni Doma umetnosti publici su se svojim repertoarom srpskih i mađarskih narodnih igara predstavili Deči folklorni ansambli kulturno-umetničkih društava iz Novog Kneževca, Sanada, Malih Pijaca, Oroma i domaćini iz Kanjiže. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava organizovali smo po osmi put Deči folklorni festival. Finansijski smo dobili novac od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje koji će udovoljiti da ovaj današnji skup bude što kaže, u zdravlju i veselju održan. Danas su u Kanjiži, pored Sakuda Sveti Sava, naši gosti iz Oroma, Sanada, Novog Kneževca i Malih Pijaca. To su kulturno-umetnička društva sa kojima mi tesno sarađujemo. Ovo nije prvi put da oni dolaze ovde kod nas u Kanjižu. Očekujemo da će ove najmlađe grupe pokazati sve ono što znaju i pored toga mi sarađujemo i na onom višem nivou, znači i sa seniorskim ekipama u svim društvima koji postoje. Oni su često gosti na našim folklornim festivalima, odnosno i mi odlazimo kod njih. Mislim da je ovo jako važno zato što je postalo gotovo tradicija. Ima publika koja voli ovo. Nadam se da ovaj današnji teški kišni dan neće sprečiti da ljudi dođu, ali mislim da će biti dobre pesme i igara danas u Kanjiži ovde u ovome Domu umetnosti. Koliko su deca, mladi zainteresovani da neguju izvorne pesme, izvorni folklor? Pa ja mislim da jesu zainteresovani. Mi u Sakudu Sveti Sava imamo dve grupe. To su ova deca koje su predškolska i prvi i drugi razred osnovne škole i sada imamo ovu stariju grupu gde su ovi koji su od 10 do 12 godina. Mi smo za prethodnih 5-6 godina uspeli da ovo izgradimo. Ja mislim da i osnovnim kulturnim umetničkim društvima ovaj podmladak ne nedostaje, da njemu se mora raditi, ima onih koji odlaze, koji dolaze, ali neko čvrsto je zgro onih koji u ove naše dve grupe u Kanjiži igraju, oni su stalno tu. Tako da to je to. Fudbaleri Tise i Zadorjana u sedmom kolu Vojvođanske lige Sever na svom terenu nadigrali su Bačku 1901 i Subotice 2:0. Oba gola za Tisu postigao je Danilo Provči. Tisa je opravdala ulogu favorita u ovoj utakmici i sada je na tabeli na trećem mestu sa 13 bodova, sa zaostatkom od 7 bodova za vodećom ekipom OFK Bačke iz Bačke Palanke, a u narednom kolu gostuje u Bajši. O utiscima o nedeljnoj utakmici, dosadašnjem učinku u ovom prvenstvu i ambicijama, sagovornik je trener Tise Branislav Bulatović. Opravdali smo ulogu favorita. Danas jeste da je malo nas je poneo taj teret. Ne mogu, zadovoljan sam rezultatom naravno, ali kompletan utisak mi je otprilike. Mnogo oscilacija smo imali u toku igre. Prvih 30 minuta odlično poveli smo, onda smo krenuli u neku igru koju ja ne mogu da razumem. U nekom haosu smo bili nekih zadnjih 10 minuta. Poluvreme smo napravili jednu izmenu, pokušali smo da što pre dođemo tog drugog gola. Dosta dugo smo čekali taj drugi gol i mislim da je taj drugi gol je i odlučio utakmicu. Bile su to još par izglednih prilika, međutim u nekim situacijama smo brzo opreto reagovali i to se odrazilo. Mislim da je moglo biti ubedljivije, ali se u svakom slučaju danas smo tražili 3 boda, osvojili smo i idemo dalje. U dosadašnjem toku prvenstva 4 pobjede, 1 remi i 2 poraza. Kako ocenjujete? Pa niko nije zadovoljan, ni što je bitno, ni igrači nisu zadovoljni, a ni ja. Nekih opravdanih razloga mi ima. Kasno smo se mi sakupili, počeli sa priprema, tražimo se još uvek, veoma veliki broj pehova, povreda golgetera Luke Kostića koji je završio ovu sezonu, bolesti, mnogo pehova nas je snašlo, mali broj igrača, tako da sve nešto crpimo, popunjavamo rupe sa ovim mladim momcima sa akademije.
Treba će vremena sigurno, izgubili smo korak sa Bačkom, ali cilj nam je da sačekamo jesenji deo, da završimo u gornjem delu tabele, pa ćemo dalje vidjeti na proleće. U petom kolu Potiske međuopštinske lige Potisje iz Kanjiže je na gostovanju u Sanadu protiv Jadrana ostvarilo pobedu 3:2. Horgošani su na gostovanju u Tornjušu zabeležili pobedu 5:1, a u Oromu Šampion je poražen od Sloge iz Ostojićeva 2:0. Na tabeli Potisje je na drugom mestu sa 12 bodova, bod manje od lidera Slavije iz Banatskog Aranđelova. Horgoš je osmi sa 6 bodova, a Šampion na začelju sa 1 bodom. U narednom kolu u subotu Potisje je domaćin Tisi iz Padeja, a Horgošani dočekuju Šampion. Filmska radionica Cinema iz Kanjiže organizuje dane vojvođanskog mađarskog filma od 9. do 13. oktobra ove godine. 18. serija filmskih događaja odvijaće se u 7 vojvođanskih gradova, u Adi, Kanjiži, Bačkoj Topoli, Subotici, Novom Sadu, Senti i Somboru. Na repertuaru je prikazivanje najnovijih dela mađarskih filmskih stvaralaca iz Vojvodine. Dani vojvođanskog mađarskog filma su podsjećanje na 1911. godinu kada je Šandor Lifka otvorio prvi bioskop u Subotici. U okviru ovog festivala u Kanjiži u bioskopu obrazovno-kulturne ustanove KNES-a u utorak 10. oktobra od 19 sati biće prikazani dokumentarni filmovi 7 autora.